Állatos, hatalmas Isten vagy, hadakozó Isten vagy, és köszönjük, hogy a mai napon is felemelhetjük a te nevedet, mert ez az a név, amire meghajol minden térd, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, az életünk fölött, a sorsunk fölött, a családjaink fölött, a gyülekezetünk fölött, ezért minden hódolatot, minden imádatot a te nevedre küldünk, Uram, a mai napon is. Ámen! Halleluja! Mennyei Atyánk, a Jézus nevében dicsérünk téged ezen a mai délutánon. Uram, csak te vagy méltó egyedül, te vagy az, aki kifizetted az árat érettünk. Köszönjük, hogy megvásároltál a drága véreden, és köszönjük, Uram, hogy ez a vér jobbat beszél, mint Ábelnek a vére. Kegyelemért kiállt. Uram, a te kegyelmedből vagyunk itt ma délutánon is, hogy téged magasztaljunk, téged dicsérjünk. Köszönjük, Uram, Marosvásárhelyt, az itt élő embereket, köszönjük a ma élő nemzedéket, és köszönjük, Uram, hogy itt ma délutánon is meg fogod dicsőíteni a te nevedet, amely névre minden térd meghajol, menjen földön és föld alatt, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Uram, köszönjük a te népedet, köszönjük a te munkádat, köszönjük, Uram, hogy folyik a te munkád, és hálás a mi szívünk, hogy mi is benne vagyunk a te munkádba, a te tökéletes akaratod szerint. Kérünk, Uram, mai napon is fogad jó illatú áldozatként a mi dicséretünket, és Uram, mai napon is megalázzuk a mi szívünket te előtted, és megemlékezünk, hogy honnan hoztál ki, a bűnből, a sárból, ahonnan saját erőből nem tudtunk volna kijönni, de te kihoztál bennünket, ezért méltó vagy, Uram, hogy a mai napon is védj áldás, tisztességet, dicsőséget a mi életünkből, a mi szánkból, tiéd minden dicsőség, neked tapsolunk, neked táncolunk, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Halleluja, mennyei Atyám, én is hálával jövök hozzád, és megköszönöm ezt a mai napot. Uram, köszönöm, hogy a te kegyelmedből a mai napon is összegyűlhetünk, és a te nevedben egybegyűlhetünk, és köszönöm, hogy te hűséges vagy a te ígéretedhez, és a mai napon is, Uram, te megjelensz közöttünk, úgy, ahogy te számtalanszor már megérintettél bennünket, és köszönöm, hogy úgy jöhetünk hozzád, mint a vérfolyásos asszony, hogy megérintettük a te ruhádat, és köszönöm, hogy a te jelenlétedben jelek és csodák történnek. Köszönöm, Uram, a gyógyulásokat, megemlékezünk a te csodáidról, és ezen a mai napon is neked állítunk trónt ezen a helyen. Dicsérünk és áldunk, mert te vagy méltó örökön örökké minden dicséretre. Amen. Halleluja. Mennyi édesatyánk, nagy várakozással vagyunk ezen a mai délutánon is, Uram, a te személyed felé, és köszönjük neked, Uram, ezt a napot, lehetőséget, ezt a helyet, atyafiú, az atyafiakat, Uram, és mindenkit, Uram, aki eljött ezért a mai napért, Uram, azért, hogy te veled tudjunk találkozni, Uram, küldj ki, Uram, a te szellemedet, küldj ki, Uram, a te igédet, Uram, változtassál meg, Uram, készek vagyunk, Uram, megnyitjuk a mi szíveinket előtted, Uram, és téged magasztalunk, imádunk, áldunk, mert te vagy egyedül Úr, és mindenható Király, jöjj, Uram, erővel és hatalommal, áztasd meg ezt a gyülekezetet. Uram, kérlek, mutasd meg, Uram, hogy te, Uram, ezen a mai napon is ugyanaz az Isten vagy, aki voltál, aki vagy, és el fogsz, Uram, jönni a te népedért, Uram. Köszönjük, Uram, a lehetőséget, hogy téged magasztalhatunk, téged dicsérhetünk. Köszönjük azt, Uram, hogy ez a mai nap is arról szól, hogy te veled találkozhatunk, és azt a csodálatos nevet, a názareti Jézus nevét fel tudjuk emelni, most és mindörökké. Legyen áldott ez a név. Amen! Amen! És dicsérjük az Urat!
Slavă Lui!
Hai spune-mi cine a biruit viața.
fejeteket, áruljatok ki örök ajtók, nyíljatok, hogy bemehessen a dicsőség királya. Kapuk, emeljétek fel fejeteket, áruljatok ki örök ajtók, nyíljatok, hogy bemehessen a dicsőség királya. Kicsoda ez a nagy király, kicsoda ez a nagy király, kicsoda ez a nagy király, a dicsőség királya. Kicsoda ez a nagy király, kicsoda ez a nagy király, kicsoda ez a nagy király, a dicsőség királya. Csak ő az Úr, ki erős és hatalmas, mindenható. Győztes a harcban, mindenek fele, diadalmat adó. Csak ő az Úr, ki erős és hatalmas, mindenható. Győztes a harcban, mindenek fele, diadalmat adó. Mondd csak, ki állhatna meg ellene, minden tért meghajol ő előtte. Senki nincsen olyan, mint ő, nincs hozzá hasonló. Mondd csak, ki állhatna meg ellene, minden tért meghajol ő előtte. Senki nincsen olyan, mint ő, nincs hozzá hasonló. Kicsoda ez a nagy király, kicsoda ez a nagy király, dicsőség királya. Kicsoda ez a nagy király, kicsoda ez a nagy király, kicsoda ez a nagy király, dicsőség királya. Csak ő az Úr, ki hatalmas, mindenható. Győztes a harcban, mindenek fele, diadalmat adó. Csak ő az Úr, ki erős és hatalmas, mindenható. Győztes a harcban, mindenek fele, diadalmat adó. Téged áldjunk, téged magasztaljunk, örökké imádjunk, mi Úrunk, méltó vagy, hogy téged áldjunk, téged magasztaljunk, örökké imádjunk, mi Úrunk, méltó vagy, hogy téged áldjunk, téged magasztaljunk, örökké imádjunk, mi Úrunk, méltó vagy, hogy téged áldjunk, téged magasztaljunk, örökké imádjunk. Győztes a harcban, mindenek felett, diadalmat adó. Csak ő az Úr, ki erős és hatalmas, mindenható.
cseréljetek-et. Záruljatok ki örök ajtók, nyíjatok, hogy bemehessen a dicsőség királya. Si pleacă în adorare și cântă toți cântarea mielului. Acei ce au fost înainte și cei ce vor veni, toți vor cânta cântarea mielului. Tu ești cel mai mare, Doamne, în splendoare. Tu ești mai presus de orice tron, de orice împărăție, de orice stăpânire. Tu ești mai presus de tron, cântă îngerii. Sfânt ești, universul întreg. Sfânt. Și-a fost răscumpărat, cântă azi cântarea mielului. Dacă umbli libertate și porți numele său, cântă azi cântarea Thank you.
hívsz, és én megyek. Válsz, és ott leszel. Nincs vissza. Soul.
könyörgünk nyugalmadért. Isten városa, kiöntetik rád az üdvösség, közel hórán. Örömének hallatszik, s ójongnak fiait, amikor királyod közted lesz, megnyílnak kapuid. Shalom, shalom, Jeruzsálem, béke veled. Eljön majd hozzád a Messiás, és letörli könnyeidet. Közel hozzád megváltód, nagy az ő kegyelmed. Minden bánatot és gyötrelmet ő átélte. Hűséges az árvához, s a megvetethez. A karja most is erős, hatalmas, hogy rajtad segítsen. Shalom, shalom,
Halleluja! Köszönjük neked, Urunk, hogy nálad van a sálom. Nálad van békesség, nálad van gyógyulás, nálad van szabadulás, nálad van vigasz, nálad mindaz megvan, amire nekünk nagy szükségünk van. Uram, ma napon is szabadon fogunk téged. És azt mondja, te beszéded a 133. Zsoltárban, hogy jó és gyönyörűséges, ahol együtt lakoznak, atyafiak. Mert ott folyik az olaj, ott folyik az élet, ott folyik az áldás. És erre van nekünk mai napon is szükségünk. Azért jöttünk, hogy neked adjunk dicsőséget, és azokat az áldásokat, amit nekünk készítettél, hogy átvegyük. Külön előtt behozzuk, Uram, a betegeinket. Vannak betegeink. De van egy gyógyítónk. Te vagy a doktorok doktora. Te egyetlen esetben sem adtad fel. Mi is hozzád hozzuk, és kérünk külön azokért imádkozók, akik most kórházból követnek bennünket, ott áld meg, ahol vannak. Ha itt közöttünk van valaki beteg, Istennek a gyógyító ereje járd át. Az az átszegzett kéz ma is gyógyít. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgád. Vannak, Uram, itt megtört szívek, akiket a gyász és a fájdalom tört meg. Uram, te fájdalmak férfia lettél. Átélted minden fájdalmunkat, hogy megvigasztalhass bennünket. Te vigasztaló erőd jöjjön erre a helyre. És minden megtört, szomorú szívet vigasztalj meg. Aki meglankadtakat erősítsd meg. Mindannyiunkra szálljon a te szent erőd. És tégy győztes, sikeres áldott keresztényekké. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Ámen. Ámen. Adjunk az Úrnak egy nagy-nagy tapsot. És szeretném elmondani, hogy nagyon jó helyen vagy ma délután. És kérlek, hogy ha a környezetedben vannak olyanok, akiknek ma nem köszöntél, ne szalaszd el. Ne siessél köszönni, hanem mondd el mindazt, ami a szívedben van, hogy az Istennek az áldása kiáradjon a szomszédodra, az Isten szabadítása, gyógyítása, és mindaz, amire a legnagyobb szükséged van. Halleluja. Nyugodtan köszöntsétek egymást, megvárjuk. A Bibliában meg van írva, hogy köszöntsétek egymást, nem csak bólincsatok. Úgyhogy az egy szent dolog, jó dolog köszönteni egymást. Tudjátok, Jézus is köszöntötte az összegyűlt tanítványokat, és azt mondta, hogy békesség nektek. És még Tamásnak is köszönt. Még Péternek is köszönt. És tudjad, hogy ma este az Úr neked is köszön. Több új arcot látok, nem tudom, kik vagytok, honnan jöttetek, de egy nagy-nagy-nagy tapssal fogadunk, nagy szeretettel. Bárhonnan is jöttetek, ha először jötted, érezd jól magad itthon. Itthon vagy, jó helyen vagy. Ha pedig sokat gyára jöttél, akkor is érezd jól magad. Jó az Isten jelenlétében lenni. És a figyelmetekbe ajánlok két fantasztikus könyvet, mivel mind a kettő szenzációs, nem tudom eldönteni, melyiket reklámozom, ezért mind a kettőre ki fogok térni. A negyedik dimenzió, Dávid Jongicsó könyve, ez a könyvet először 33 évvel ezelőtt olvastam. Németek, akkor még nagyon fiatalok voltatok. Én sem voltam ennyi idős. De nagyon nagy hatással volt rám ez a könyv, vagy mai napig is van. Nagyon örülök, hogy újra kiadták. És ha nem olvastad,
Csak azért nem olvastad, mert nem tudod, milyen jó. Ha tudnád, akkor kiolvastad az éjjel, mert körülbelül ki lehet olvasni egy pár óra alatt. Nagyon ajánlom a figyelmetekbe. Hadd szóljak egy pár szót Jongi Csóról. Körülbelül 40 évet szolgált így aktívan az Úr munkájában. Mikor először elkezdett prédikálni, a gyülekezetében egy hordóról prédikált, olyan szegény volt a világháború után Dél-Korea, ugye megtépázta őket is a háború, és ebben a lepattant negyedbe kezdett el szolgálni. 40 év után 600 vagy 700 ezer fősre nőtt a gyülekezet. Merli Hiki, mikor itt volt, mondta, hogy 2 vagy 3 ezer milliómos van a gyülekezetek, akik nagyon gazdagok. És a szolgálatán keresztül nőtt ez ki. Nagyon őszinte könyv, rá fogsz jönni, hogy nem csak neked vannak nehéz napjait, hanem neki is volt. Nagyon-nagyon nehéz pillanatokon is ment át, és őszintén leírja. Az egyik nagy ami engem, szóval kicsit nevettem is rajta, mert vagány, érdemes kiolvasni, nagyon félt az agyósától. Mikor hívta a telefonon az anyósa, akkor tudta, hogy baj van. Mert sokszor ment szolgálni, ott hagyta a feleségét, és mikor panaszkodott neki a felesége, akkor vett egy kutyát neki. Felhívta az anyósa, ide figyelj. A leányomnál nem kutyára van szüksége, rád van szüksége. Meg ilyen hasonló, nagyon jó poénos könyv, ajánlom a figyelmetekbe. Lehet, hogy németeknek meg üzenet is ez. Különösen a kutyások figyelmét felhívom, akik azt hitted, hogy a kutyát pótol téged. Sok mindent tud egy jó kutya. Én is nagyon szeretem a kutyákat, de téged senki nem pótol, tudjad. Semmi és senki. És a család ez egy nagyon nagy ajándék. Egy másik, egy nagyon hiánypótló könyv, talán egyedülálló Kenneth Hagennek egy könyve. Kenneth Hagent sokan gúnyolják, pedig azért nem érdemes, mert egy olyan szolgálója az Úrnak, aki 88 évet élt, ha jól tudom, vagy 90 valamennyit, mindegy. A lényeg az, hogy nagyon sikeresen ment a pályán, törésmentesen. Nem tudunk az életről egyetlen egy törés sem. Sőt, az interneten sok érdekes mondatot lehet olvasni tőle. Ő az egyik olyan, aki mondta, amikor szitták, kérdezték, hogy te nem véded meg magadat? Hogy nem hagyd magadat? És mondta, hogy nem ahhoz kell nagy erő, hogy megvéd magad, hanem azért, hogy tűrd el. Olyan nagy ember az Úrnak. És most is működik a gyülekezete, ő elment az Úrhoz, a fia csinálja tovább, és egy csodálatos szép meg a gyülekezet. Működik. És ő írt, nagyon-nagyon sok jó könyve van, nekem az én kedvenc írom amúgy. És ez a könyv azért érdekes, mert ő a mértéklet, az anyagi bővölködésnek a kiegyensúlyozottságára hívja fel a figyelmet. Midász király érintése. Azzal kezdi a könyvet, csak egy kis kóstoló annak, aki nem olvasta még, hogy mondja, hogy képzeld el, ha az Isten megengedi neked, hogy mindaz, amit az újat megérintesz, ugye, arannyá változna. Első hallása nem is tűnik rossznak. Igen, ám, de gondolj bele, mondja a könyv, hogy leírja, hogy hát estére megéheznél, akarnál enni? Igen, ám, de megfogod a kanalat, arany. Az még addig nincs baj, de mikor megfogod a kenyeret, az is arany. És hogy levezeti, hogy az anyagi áldások, az nem öncélúak. Nem azért, nem arról van szó, hogy nem kell kidobni a mosdató vizet a gyermekkel. Az áldás nagyon jó, de sok embernek nagyon rossz, mert nem tud vele bánni. Szegényen tudta az Urat szolgálni, úgy imádkozott, hogy szedte le az eget, akkor kezdi megáldani az Isten, akkor elszédült. És ezt az egy vagány egyensúlyt mutatja be az igéből, nagyon ajánlom a figyelmetekben. Mert mai napig is, a héten is láttam erről egy nagy vitát, hogy most az Úr bővölködésre hívott-e, vagy nem, hogy mindenkinek muszáj meggazdagodni, és ha valaki nem gazdagodik, akkor az milyen nagy baj, nem baj, baj, nem baj. És lehet vitatkozni, de kár. Én azt kívánom, hogy Istennek a tökéletes akarata teljesedjen be az életedben, mert Isten jót akar neked. Mind ahogy te is jót akarsz a családodnak, gyermekeidnek, Isten neked nagyon jót akar.
És az az igazság, tetszik, nem tetszik, most lehet, hogy lesz, aki ezért felidegeskedik az interneten, néha ez nekem sikerül, hogy felfelidegesítsek egy szemét. De Jézus Krisztus a kereszt áldozatában számunkra több dolgot szerzett meg. Az első és a legfontosabb a bűnbocsánat, de megszerezte a gyógyulásodat is. Mondjad a szomszédodnak, az Úr megszerezte a te számodra a bűnbocsánatot és a gyógyulást is. Ez érvényes a szívednek a gyógyulására, a lelkednek a gyógyulására és a testednek a gyógyulására. Mert azt mondja a Biblia, hogy betegség férfiúvá vált, megsebbesítetett a mi vétkeinkért, és megrontatott a mi bűneinkért. Miért? A mi betegségünket pedig, mondjuk együtt, elhordozta. Ha egyszerű elhordozta, akkor nem nekem kell hordozni, és nem neked. Igazából azt a kabátot akarja rád dobni az ördög, amit Jézus elhordozott. Az nem a te kabátod. Mondjad velem együtt, a betegség, az nem az én kabátom. Ezt Jézus elhordozta. Szegény élet azért, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Azt jelenti, hogy a szegénységünket is elhordozta. Szegénység az nem a te kabátod. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek időnként nehéz idők, mert Pál apostol mondja, hogy ismerős vagyok a szűkölködéssel is, és a bővölködéssel is. Ha ebből csak az egyiket tapasztaltad meg, éppen ide, hogy a másikat is megtapasztalt. Legtöbben, hányan ismerős, vagytok ismerősök a szűkölködéssel? Akkor már éppen ideje, hogy a másikat is megtapasztaljuk. És az Úr hatalmas arra, hogy rádárassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégséged legyen. Ha hülyeséget csináltál, hidd el, az Úr nem fog éheztetni, hogy kiéheztetem, hogy valahogy mondd el a megtérési imáját. Hanem az Úr szól hozzád a lelkiismereted által, mert az Istennek a jósága vezet megtérésre. De ezt csak azért mondtam, mert a héten láttam egy elég nagy vitát, összeültek az okosok, hogy az Úr gyógyít, ma is, hogy kell a bővölködés, nem kell, nem kötelező. Tényleg nem. Üdvözülni kötelező. És sok szegény a mennybe fog jutni. De szerintem sok gazdag is. Nem attól függ, nem a pénztárcád a döntő, hanem a szívünk a döntő. Csak azért mondtam, hogy lazítsál, ne rágjál be, hogy miért beszélünk róla. Azért beszélünk, mert nagy szükség van rá. De most nem akarok erre menni, mert érzem, nem tudom miért, hogy kell, mint hogy én erről beszéljek, de kellene erről többet beszéljünk, mert az a helyzet, hogyha milyen magot hintünk, az fog kikelni. Valamiért nagyon érzem, hogy jó lenne beszélni róla. De egy csodálatos történetet szeretnék felolvasni a Bibliából. Némelyek már nézik az órát, hogy már mikor, hogy beszélek 10 perc, és még nem olvastam egy igeverset sem. Ez azért elég nagy mulasztás. De köszöntöttétek egymást amúgy? Nem látszik rajtatok, csak azért kérdem. Azt mondja a Biblia, köszöntsétek egymást szent csókkal, jó kedved legyen. Hát milyen csokot kaptál a testvértől? Remélem, nem lópuszit. Akkor vidám legyél. Persze, tudom, hogy némelyetek nagyon nehéz időn mentek, hát az Úr vigasztaljon meg, de kérlek, ne vedd szokon, hogyha én arra bíztatlak, hogy legyél boldog ember, és vidám ember. Az Úr Jézus nevében Istennek az ereje működjön, ami prédikálok is, gyógyítson meg, ha helyeden vagy, ha szomorú vagy, vigasztaljon meg. Az Istennek ereje ma is itt van közöttünk, dicsőség az Úrnak. Egy nagyon jól ismert történetet olvassunk fel a Bibliából, kérlek. A 1 Mózes 19 első verstől a Lot történetének egy szakaszát. Nem olyan nagyon rég beszéltünk a tavaly valamikor erről, de új kijelentéseket kaptam, és
erőteljes indítást éreztem arra, hogy ma erről beszéljek. Bevallom őszintén, nem feltétlenül erről szerettem volna, de valamiért nagyon erős indítást érzek, úgyhogy bízom abban, hogy majd a végén kiderül, hogy kiért kellett ezt ma gyakorlatilag ismételni, mert nem olyan rég még erről volt szó, de azért remélem, hogy nem lesz senkinek sem unalmas. Megvan az ige, első verstől olvasom a 19. részből. Mikor a két angyal estére Sodomába jutott, Lót Sodoma kapujában ült. És amint meglátta őket, Lót felkele eléjük, és arccal a földre borula, és mondta: Ime én, uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és hájatok ott, és mossátok meg lábaitokat, reggel korán felkelhettek, és indulhattok utatokra. Azok pedig mondanak: nem, hanem az utcán hálunk meg. De nagyon unszolja őket, és betérjenek hozzá, és bemennének az ő házába. Ő pedig szerze nekik vendégséget, és pogácsát is ültet, és süte, és evének. Lefekvésük előtt a város férfia, és Sodoma férfia körülvették a házat, ifja, örege, mind az egész község ettől egyig, és szólítták Lótot mondván: hol vannak a férfiak, akik te hozzád jutottak az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük meg őket. A 12. verstől folytatom. És mondanak a férfiak Lótnak: ki van még itt hozzád tartozó? Vődet, fiaidat, lányaidat, és mindened, amit a tiédbe a városban vitt ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiméne azért Lót, és szól az övőjének, akik az ő leányait elvették vala, és mondta: keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszíti az Úr a várost. De az övőjének úgy tetszik, mint a tréfálna. És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az angyalok Lótot, mondván: kelj fel, vedd a te feleségedet és a jelenlevő két lányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedik, megragadák a férfiak az ő kezét, az ő feleségének a kezét, és a két leánya kezét az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték őt, és ott hagyják a városon kívül. És lőn, mikor kivitték őket, mond az egyik: menj meg a te életeded, hát ha ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Amen. Amen. Igazából, ha nagyon röviden akarunk fogalmazni, a felolvasott ige szakasz nem más, hanem egy ősevangélium. Abban a korszakban, amikor az Isten a haragját készült kiontani Sodomára, volt egy megmentő programja. És ez azért nagyon jó és örömteli a számunkra, mert az utolsó idők hasonlítanak a Lót korszakához, és ugyanúgy számíthatunk Istennek arra a jó programjára, ami veled kapcsolatban van. Az igaz, hogy Isten haragszik a bűnre. És gondolom, hogy nem kell meggyőzzelek, hogy nagyon gonosz világban élünk. A háborút tekintve, a gazdaságot nem akarom tovább folytatni, látjátok ti bőven. De van egy jó hírem, Istennek van egy jó programja számodra. És az ő programja a megmenekülés programja, ez igazából az evangélium. Már azkor az Úr megmentési programot indított. És nézzük meg, hogy hogyan kezdődik az egész. Én most felolvastam egy olyan epizódot, amit Lót szemszögéből látunk, de a történet korábban kezdődik. Van egy ember, úgy hívják, hogy Ábrahám, és az Úr előtt áll. És mondja: Uram, Sodomában vannak igazak, ne veszítsd el őket. Hadd mondjak egy jó hírt. Valaki érted, imádkozik. Tudod, miért vagy itt? Mert valaki érted, imádkozott. Lót nem tudta. Lehet, hogy csinálta pogácsákat, nyúzta a nyúlát, vagy meg a nyúlat nem öltek. Hát nem tudom, mit tettek ottan. Bárányt tettek? Lehet. Reméljük. És közben valaki érte, közben járt. És szeretném, hogy tudjad, hogy ma is az Úr közben jár érettünk a mennybe. Neked van közben járód,
Nagyon jól tudja, hogy milyen Sodomában lakni, és ott áll az Úr előtt, az Atya előtt, és mondja, Atyám, adj még neki esélyt. És ha még úgy vagy ma itt, hogy nem használtad ki ezt az esélyt, egy jó hírem van, az Úr új esélyt akar neked adni. Van jó esély a számodra. Nem írta le egyből. Még a Noé napjaiban is volt megoldása, pedig ott nem sok volt. Az egész világon csak egy család volt. Itt a városok, ezekben a városokban volt itt is egy család. És azt mondja, Uram, ezt meg kell menteni. És tudd meg, hogy érted, imádkoztak már, és imádkoznak a mennybe. Az Atya, Jézus Krisztus, mielőtt az Atyához elment a kereszten, tudod, mit imádkozott? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak. Mi nagyon sokszor nem tudtuk, hogy mit csinálunk. És nem haragott meg ránk az Atya, hanem kegyelmet adott. És szeretnél valakit még, a szeretteid ott vannak még Sodomában, és szeretnél kihozni valakit Sodomából? Hányan vagytok itt, akiknek a szívetekben van egy vágy, hogy valakit kihozzál Sodomából? Vannak? Akkor te is tehetsz Ábrahám fia, aki közben jársz az Úr előtt. Tudjátok, hogy én miért vagy ma itt? Azért, mert érted is imádkoztak. Értem is imádkoztak. Magunktól, Lót magától soha az életbe nem tudott volna kijönni Sodomából. De Ábrahám imája miatt Isten segítséget küldött. És ha imádkozol, Isten segítséget küld a szeretteidhez, a barátaidhoz, a rokonaidhoz. Ha kell, akkor érted. És mi a válasz az imára? Az Isten küldötteket küld. Két férfit. Nagyon tanulságos, több 4-5 epizódot szeretnék elemezni most a történetből. Hogy igazából az egyik legmegrázóbb dolog, amikor bemennek az angyalok Sodomába. Ott válik szét, hogy ki lesz a nyertes és ki lesz a vesztes. Ugyanis az angyalok férfiak ruhájában, férfi testben voltak, sőt, gyalogoltak, estére értek Sodomába. Elgondoltam, hogy nem repültek. Hát a mennyből lejöttek, és akkor utána gyalogoltak. De mindjárt kiderül, hogy miért. Annak is van oka. És bemegy, és tudjad, hogy mindig az imára, az Istennek a válasza a küldöttek. Amikor nagyon nehéz helyzetben van valaki, vagy barátod, rokonod, ne csüggedj el, olyan mélyre nem tud valaki lesüllyedni, hogy az imád ne érjen el, és az Istennek a küldöttje. Pétert bezárták. El is döntötték, hogy kinyírják másnap. De a gyülekezet szüntelen könyörgött. És megérkezett a küldött. Jött egy angyal, és kihozta onnan. Ma is az Úr ugyanígy működik. Ha imádkozol, Isten küldötteket a szabadulásra. A te életedre is, te életedben is küldött az Úr küldötteket. Azért vagyunk itt. És igazából, hogy ki lesz a nyertes és ki lesz a vesztes, mitől függött Sodomába? Hogyan viszonyultak a küldöttekhez? Lót felismerte, hogy ezek a küldöttek, ezek rendkívüli emberek. Mert lényegében nem is azok voltak, hanem angyalok voltak. De nem volt glória a fejükön, ő nem úgy látta, hogy hú, micsoda angyalok. Férfiak voltak, azt mondja a Biblia. Ezért nevezi a Biblia helyenként angyaloknak, máshol csak férfiaknak. De Lót egy dolgot nagyon tudott. Hogy ezek az emberek, az Isten, ezek különleges küldöttek. Ezekkel, ahogy én most bánok, olyan lesz a jövőm. Tudod, hogy mitől függ az jövőnk sokszor? Hogyan bánunk az Istentől hozzánk küldött emberekkel? Sajnálom, de most egy olyan világot élünk, ahol a mocskolódás és a köbüdösödés divat. Szinte verseny van, hogy ki tud nagyobbat sérteni. Jézus korában is így volt,
amikor Jézus a kereszten volt, jöttek sorba a farizeusok, és akkor mondták, hát hogyha az Isten fia vagy, szökje le. Más meg tudod tartani, tartsd meg magadat is. Na, ez kihez imádkozik? Jobbnál, örültebbnél örültebb ötletekkel álltak elő. De volt egy kis nép, egy maroknyi, többnyire nők, akik tudták, hogy ő a megváltó. És itt Sodomában volt egy ember, úgy hívták, hogy Lót, aki felismerte, hogy ezek a férfiak, ahogy én bánok most velük, az én sorsom dől el. Nem akarlak ijeszgetni, de megijesztelek. Mert a sorsunk nagyon sokszor nem úgy változik meg, hogy Uram, jön az Isten, küld egy vonatot, jön Mihály angyal, mondja, parancsoljon beszállni az első osztályra. Hanem jön egy ember, és beszél neked híreket. Ezek az angyalok híreket mondtak. Elmondták, hogy olyan időszak van, amikor ítélet jön a világra. És Lótnak a szívébe valami beindult. Igazat mondanak ezek az emberek. Amikor hallasz embereket beszélni, ne a füleddel hallgass csupán, hanem a szíveddel. Mert a fejünkkel nem tudjuk mindig megalapítani, hogy az illető igazat mond, vagy nem. De a szíved jelzi, hogy amit mond ez az ember, ez igaz. Amit mond ez az ember, ez nekem, erre nekem szükségem van. Pontosan erre van szüksége, mondjad! Nézzétek meg, hogy fogadja Lót a férfiakat. Először is leborul előttük. Tudjátok, hogy miért van a sok gúnyolódó ma az egyházon kívül és körbe is? Mert kevés az alázatos ember. Pedig azt mondja a Biblia, hogy alázzátok meg magatokat az Isten hatalmas színe előtt. Drága barátaim, az alázat az, ami felemel. A kapcsolatokban, a családban is, házasságban is, testvéri kapcsolatban is. Hidd el, ha alázatosan közelítünk egymáshoz, bármilyen nézetkülönbséget meg tudunk beszélni. Ha nincs alázat, akkor nagy baj van, mindenütt. Van alázat, meg tudjuk beszélni. És ennek egy jó példája Lót. A másik dolog, amit leír az ige, hozott vizet, hogy mossák meg a lábaikat. Miért? Mert gyalogoltak, és meg kellett mosni a lábukat. A lábak a Bibliában az Jézus mai élő egyházról van szó. Hadd kérdezzem meg, te melyik részét szoktad mosni az egyháznak? Mert a fejei mosásra sok a jelenkező. Ez nem jó, az nem jó, így kéne csinálni, úgy. Képzeld el, hogyha Lót neki fogott volna sampon nélkül nyomni a fejüket ezeknek. Ti Sodomát akarjátok elvenni? Hát itt van a kenyérnek a bősége. Hát itt van mani. Itt jól élünk. Nehogy szétvennétek a városunkat. Nem. Drága barátom, nagyon nagy titok, hogy tanuljuk meg egymás lábát megmosni, és ne egymás fejét. Jézus maga bemutatta. Ez a járható, és azt mondta Jézus. Boldogok vagytok, ha ezt cselekszitek. Ez a boldog házasság titka. Ti már jegyesek vagytok, vagy mindjárt? Hát akkor nektek, azért mondom nektek. Boldog akarsz lenni? Húzd a lábát, és ne a fejét, és megvan oldva minden baj. Fejmosással csak fejfájás jár, és nagy, és sok, és semmit nem oldunk meg vele. De alázatosan egymásnak a szükségét betöltjük. Talán a kisebzett lábát, talán a megfáradt lábát. Minden megváltozik. Utána pedig vendégségre hívja, pogácsát készít. Hogy bánsz az Istennek a küldött hozzád? Tudod, hogy hozzád is küldött Isten embereket? Vannak emberek, vannak személyek, akit Isten mindenkire gondoskodik Isten. Küld egy embert, küldött hozzád is. Attól függően, hogy bánsz vele, hogy bánok vele, olyan jövőnk lesz.
Sodoma férfiai ugyanabban a szituációban voltak tökéletesen, mint Lót. Ugyanabban a városban laktak, ugyanúgy látták a férfiakat, ugyanúgy. Csak ők azt mondták, hogy megmocskoljuk őket. Homoszexuálisok voltak. Más fordításokban elolvassátok, egyértelmű szexuális aktusra hívta ki őket. Csak eltévesztették a házszámot. És nézzétek meg, mi lett a jövője Lótnak, és mi lett a jövője azoknak a férfiaknak. És mibe vált a nagy különbség? Hogy hogyan bántak az Istentől hozzájuk küldött személlyel. Óriási különbség van a jövőnkben, attól függően, hogy egy, felismerjük-e azt a szemét, akit Isten hozzánk küld, kettő, hogyan bánunk vele. Mert felismerni is egyszerű volt. Miért bántak ilyen csúnyán velük? Hát tudták volna, hogy angyalok. Mondták volna, hogy figyelj, mi angyalok vagyunk. Hát szerintem hasra feküdtek volna Sodomában. Nagy dolog, hogy ismert fel. Van, amikor a házastársad is az Istennek az angyala, te tudtad? Fú, akkor ámen volt, de legalább a feleségem mondta, hogy ez egészen megnyugtató. Múltkor már elmondtam azt a viccet, de még egyszer elmondom, mert talál. Két vénasszony dumál, és mondja az egyik a másiknak, az én férjem, az egy igazi angyal. A másik azt mondja, az enyém még él. Pedig hadd mondjak nektek valamit. Azt mondja a Biblia, Ádámnak mondja Isten, hogy szerzek neki segítő társat. Hozzáillőd, hogyha jól megnézed az igét, az angyal azt jelenti, hogy küldött amúgy. Angelos. A házastárs az az Istentől hozzád küldött személy, akinek az a dolga, hogy segítsen téged, és támogassuk egymást. Nem azért kell megnősülni, hogy legyen, aki főzzön rád. Hát azt ma elmész, beadod a robot, megcsinálja. Nem azért kell valaki, hogy valamit csináljon, hanem azért kell megnősülni, hogy legyen egy ember, akin segítsz. Azért kell férhez menni, hogy legyen, aki segít. És azt Isten azt mondja, szerzek neked segítő társat. Ha ezt megtanuljuk, hogy az Isten azért áldott meg engem azzal a személlyel, hogy segítsem én őt, mert ő egy küldött, ő segít engem, én őt, házasság így megy. Nem az a kérdés, hogy ki a főnök, hanem az a kérdés, hogy felismered a házastársadban azt, hogy az Isten küldötte. Hányan hiszitek, hogy a házastársadat az Isten küldte az utadba? Nem az ördög. Mert van, aki azt gondolja, hogy a sárkány küldte. Emlékeztek, volt az az interjú a tévében, én is végignéztem, kérdezte az riporter, hogy ön szerint vannak ördögök? Hogy ne azt mondja. Megszeppent, hogy neki otthon is van egy. Csodálkoztam, élőben lejátszottam, mondom, hát ez nem kap acsát egy hónapig. De mondta, neki otthon van egy saját ördöge, olyan, mint a sárkány. Borzasztó úgy élni, hogy azzal a gondolattal legyél, hogy a társad az ördög. Azért nem egyszerű lehet. Én abban hiszek, hogy az Isten rendelte, megáldotta a házasságainkat, és megpecsételi, és az Isten küldte az életünkbe azt a szemét. Pontosan olyan küldött, mint ezek az angyalok Sodomába. Tehát Sodomában élünk, körülöttünk a világ borul, probléma, háború, krízis, és sajnos nem biztos az, hogy sok jót tudok a jövőről kapcsolatban mondani, legalábbis a proféciák alapján, de van egy dolog. Isten küldött az életünkbe személyeket. És a házastársad nem más, mint az Istentől küldött személy. És ha így tudsz ránézni a házastársadra, hogy az maga az Isten küldte, mamma mia. Kicsit másképp bánnál vele. Csak azért, mert nincs még glória a fején, hanem van esetleg
hibája. Tudod, miért van? Mert hogy tudjon elvenni téged. Hát, ha tökéletes lett volna, nem vett volna el téged. Hát, hogy néz ki egy tökéletes? A Földön egyetlen egy tökéletes férfi élt, és az se nősült meg. Jézus Krisztus. Akkor miért várod el a társadtól, hogy hát de az ilyen hibája van. Igen, hát azért tudott megnős elvenni téged, vagy te azért tudtál hozzá menni. Mert két tökéletlen tökéletesen passzol. Ez így volt kitalálva. De attól még Isten küldte, ne felejtsd el, attól a sorsod nagyon függ, hogy hogyan bánsz vele. És hogyan bánok azzal, aki a szellemi életünkben, és a családi életünkben, vagy akár az anyagi életünkben. Tudod, mi a nagy baj? Hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol az élőket nem nagyon becsülik. Szinte versenybe, ha valami nem jó, ki a hibás? Hát a polgármester, nem? Hát mondjátok, nézzétek meg, minden, bármi, valahogy gödör van, ki a hibás? Hát a polgármester. Hát tegnap ő kellett volna a talicskával hordja a követ, hogy tömje be a gödör. Nem? Hát normális, nem? Hát egy szemetes nem működik, hát nem neki kellene elhordani a szemet? Nem logikus? De egy ilyen világban élünk, drága barátaim, ahol az élők nem tisztelve vannak, hanem gyalázva. És csodálkoznak az emberek, hogy Sodoma sorsuk van, a csapások nem szűnnek az életükre. Ahhoz, hogy áldás jön az életedre, az Isten először fel kell ismerni az Istennek hozzád küldött embereit. Második, hogy meg kell tisztelni és becsülni őket. Azt mondja a Biblia, hogy vigyázz, hogy hogy beszélsz, mert a madár is elviszi a szót. Hatalmasságokról hogy kell beszélni? Imádkozni kell érte. Ne szidd a hatalmasságot, mondja a Biblia. Ez nem azt jelenti, hogy nem hibásak, vagy nincsenek hibák, nagyon sok van. Csak a mi dolgunk nem az, hogy bántsuk, hanem az, hogy áldjuk. Isten elküldte Mózest Izraelnek. 40 éves Mózes, Irzi, minden 40 évesek, most a legerősebb. Eljött a szabadulás napja. Szól az anyjának, meg az apjának, Fater, melyek egy kicsit járja meg magamat. Meglátogatja az testvéreit, látja, egy kis baj van ott, idézkedik gyorsan, egy ember kigittel, de hát megoldott egy problémát, másnap is megy, és akkor beszól nekik, hogy te nem testvérek vagytok, ti miért vitatkoztok? És akkor mondják, ki tett téged bíróvá közöttünk, mit képzelsz te magadról? Nem ismerték fel, hogy ő az Isten küldöttje. És emiatt 30 évvel hosszabbat tartott a szolgálatuk, a rabságuk, a nyomor és a fájdalom. Ez is egy profétikus üzenet. Gondolj bele, milyen rettenetes volt egy nap a téglát csinálni, ha nem volt meg, jól megverték őket. Egy nap is rettenetes. De 30 év hosszabbítás volt, mert az Isten megígérte Ábrahámnak, hogy 400 évet fog maradni a te magod, és tudjuk, hogy 430-at maradt. Miért? Mert nem ismerték fel azt a szemét, akit Isten nekik oda küldött. Mit képzelsz te magadról, Mózsikám? Hát hogy képzeled? Te főnökösködsz itt, jár meg magad! Hallgass meg, legyezd a lábujkádat ott a faraónál, hagyd nekünk békét. Ki szenvedett a legnagyobbat? Ki fizette a legnagyobb árat? Ők. Ha akarod, hogy Isten hamar megszabadítson, akkor hamar keresd meg azokat a személyeket, akik Isten küldöttei az életedben. Mert van, aki a lelkedért felel. Lehet, hogy én is egy ilyen küldött féle vagyok, de azért nem vagyok angyal, ne aggódjatok. Csak azért mondom. De a házastársad meg vagyok győződve, hogy ő is így küldött. De a főnököd, a munkaadód is lehet egy ilyen küldött, vagy valaki, aki ebben segít. Szerintem a szüleid is egy ilyen küldöttek. Ezekkel az emberekkel
teljesen másképp kell viselkedni, ha akarod, hogy ne hosszabbítást kapjunk a nyomorúságra, hanem szabadulást a nyomorúságból. Jézus eljön a földre, és azt mondja, vajha, Jeruzsálem, Jeruzsálem, vajha, csak legalább ma felismerjét, ha ma, az utolsó nap, de nem ismerték fel. Azzal kezdődött Názáretben Jézus szolgálata. Szerinted Józsi fia, vagy nem Józsi fia? Törvénytelen gyerek ez ma lesznek, vagy nem? Ezen ment a vita. Elment. Lejár a szolgálata, az utolsó, ez már a világvasárnap környéke lehetett, vagy azután már, megy be Jézus Jeruzsálembe, és mondja, vajha, ma, az utolsó nap, ha megismert, de nem ismertétek meg. Én úgy gondolom, hogy ezért szenved mai napig is Izrael. Teljesen másképp alakult volna a történet, ha felismerték volna. Szokták mondani, hogy minden ember a sorsának a kovácsa. Valamilyen szinten van benne egy igazság. Mert ahogy bánunk az Istentől nekünk küldött ajándékokkal, természetesen, hogy meg fogja határozni. Visszaemlékszek ezelőtt, hát már mindjárt 20-96, az hányban, mindjárt 30 éve, egy jó barátom jött, így repülnek az évek, tényleg, mit csinál ember? Mondja nekem, hogy van egy jó vállalkozás, mit gondolok róla? Ezt sokszor elmondtam nektek. És pofáztam neki. Itt, Romániában. Nincs mit tegyenek az ember, nem ilyen hülyeséggel fognak foglalkozni. És éjszaka az eszembe jutott. Hogy beszélsz te így? Azt se tudod, miről van szó. De már a választ visszaszóltam, az Úr küldte az életembe. Be kell vallanom, sok pénzt kerestem rajta. Még mai napon is jókat keresek rajta. Adja az Isten, hogy még többet keresek. Remélem, ti nem vagytok irigyfajták, nektek elmerem mondani. Egy ember küldött az Úr az életembe. Előtte is küldött. Emlékszem, Svájcból jött egy bácsika. Direkt azért jött, hogy segítsen itt Romániába vállalkozásokat indítani. Ilyen listával. Van egy ilyen típusú vállalkozás. Nem fejezte be, én már mondtam. Ez nem működhet ezért. Jó. Mert egy másikat. Emlékszel a svájci bácsira? Mi nem fejezte be, de én már mondtam. Ez nem működhet ezért. Mikor egész estére értünk, mikor már mindenre megmondta, hogy miért nem működ, láttam, ő rájött arra, hogy ennek az embernek mondhatok akármit, mert az már biztos nem fog működni. Mert én rá voltam állva, hogy semmi nem tud működni. Ismerd fel, hogyha valaki az Úr hozzád küldött, mert a sorsod függ tőle. És azt is elmondom most utólag, mert ez a svájci bácsi körülbelül 30, az is ha jó 30 évvel ezelőtt volt. Ha akkor megfogadom a tanácsát, utána ugye elkezdtünk mi vállalkozni sok évet, és most visszanézve ilyen vállalkozás lett volna, ilyen. Még most nem is olyan rég eszembe jutott, hogy te, azt meg lehetne most is csinálni. Vissza kéne hívjam a svájcit. Te. Igazad volt. Nem lehet, nem szabad negligzsálni, nem szabad megbántani, nem szabad félretenni azt, ha Isten küld egy segítséget. És az Uram, szabadíts meg ebből a helyzetből. Hát oda küldök egy embert. Nem Isten jött le a mennyből, hanem angyalt küldött. Ott van Rút, hogy bocsánat, Ráhab. Jönnek a küldöttek Izraelből, a zsidók. És mit csinál rá? Elrejti őket. Jön a király is, és mondja, hol vannak ezek a mafiózók? Mondja, hogy nincsenek itten, elrejti őket. És tudjátok miért? Azért, mert azt mondta, a te Isten, a ti istenedek az igaz Isten. Pedig miért jöttek ezek a kémek? Hogy jelentsék be, hogy az a ház, ahol te laktál, harcsapácsá, annyi neki. Nem azt mondták, hogy te kivétel vagy, te jó ember vagy. Nem azt mondta, ítélet jön Jerikóra. De felismerte ez az asszony, hogy ezek a férfiúk
Istene az én Istenem. És mert megvédte őket, igaz, hogy Jerikó pusztulásnak volt alávetve, de az ő háza megállt. Nem omlott le, az Isten megvédte. Ha akarod, hogy Isten természet feletti oltalma védelme legyen az életeden, akkor az is, és nem omoljon össze a te házad, akkor az Istentől hozzád küldött embereket becsüld meg. És mielőtt éppen felidegesednél, még mondok egy ígét, aztán mindjárt megnyugtatlak. Jézus maga mondja, Lukács 10:16-ot olvasom, csak ha valaki azt gondolná, hogy hasba mondom. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Itt mandátumról van szó. Mivel az Atya mandátumot adott Jézus Krisztusnak, mielőtt eljött a földre, miután Jézus elment, mandátumot adott nekünk, azt mondta, menjetek, és én veletek vagyok. Ezért, amikor egymással bánunk, és az Isten emberével bánunk egymással, ahogy bánunk egymással, kivel bánunk? Jézussal. Őszintén. Ha bejönne Jézus most, bejött volna egy szép Rolls-Royce-ja. Azt gondolom, hogy a városban minden fel lett volna bojdulva. Jön Jézus. Bejön. Pedig a Biblia azt mondja, hogy aki titeket megvet, az engem vet meg. Képzeld el, hogy ez érvényes a feleségedre. Mamma mia. Érvényes a férjedre. Nem könnyű igék ezek, hey. De ez a Biblia. Akkor amen volt, csak szeretném mondani, akik internet előtt közvetítenek, hogy zengett a hely. A nevetéstől. Még egyszer záradékül ezt a témát, mielőtt lezárunk, mennénk tovább, még egyszer elolvasom ezt az ígét csak. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Ez miért fontos? Ha te Jézus Krisztus követője vagy, te bírod Jézus Krisztusnak a védelmét. Aki téged bánt, az Isten szeme fényét bántja. Te Istennek országának a földi nagykövete vagy. Ez nem csak az angyalokra érvényes, ez érvényes az Isten gyermekeire is, akik engedelmesen követik Jézust. Remélem, hogy meggyőztelek, hogy tényleg nagyon nagy tisztelettel és Istenfélelemmel kell legyünk egymás felé. Lőn csendesség, menjünk tovább. Egy pici, de nagyon fontos igazságot még itt kiemel a Biblia, és azt mondja, Lót, ki van még itt veled? Kit hozzá tartozó? Mert te ki kell vidd a városból. Drága testvérem, van megbízatásod itt a földön. Nem azért élünk csak, hogy meghaljunk. Nem arról szól az életünk, hogy együnk, ígyünk, úgyis mindenek vége. Megittünk 3 tonna teát, 500 kenyeret, Gyergyőiből elég csak 300, és akkor meghalunk. Nem erről szól, van egy küldetésed. Tudod mi? Kik fele? Mert nagyon sok ember érez küldetést. Én is, mikor fiatal voltam, én úgy nősültem meg, hogy mondtam Emmának, hogy Emma, úgy gyere hozzám, hogy én érzem, hogy lehet, hogy elmegyek Afrikába misszionáriusnak. Igaz, hogy nem jártam még Afrikába, ezért tudtam beszélni róla. Annyira most nem indít a lélek, csak mondom. De azt mondta, hogy jön velem a világ végéig. Csak azért mondom, hogy aki nősülni akar, vagy férhez akar menni, körülbelül így kell hozzáállni. Ugye azt mondja a férjed, hogy, vagy a vőlegényed, hogy lehet, hogy menjünk Afrikába misszionárosnak, akkor ahova te mész, oda megyek én is. Ámen. Na már van egy-egy férfi mondott áment, úgyhogy érdekes. És azt mondja itt az Úr angyala Lótnak, és ez a megbízatás mindannyiunké.
ki van még itt hozzád tartozó. És felsorolja a rokonságot. Tudod, kivel kezdi? A vővel. Nem fordítva, nem azt mondja, a feleséged, a drága gyermekeid. Na, ott annak az a vőid, nem fordítva. A vő, a gyermeked, majd az asszon. Fontossági sorrendben. Egy másik nagy üzenet. Vannak emberek, akik rád vannak bízva. Soha nem mondjál le róluk. Tudod, kik voltak rábízva Lótra? Olyan személyek, akik Sodomában voltak. Nem kell elkeseredj azért, mert még emberek Sodomában vannak. Pont azért vannak rád bízva. És kik ezek? A családod? A munkatársaid? A szeretteid? A legdrágább emberek? Rád vannak bízva. Sőt, még az anyagi része is, azt mondja, vedd mindenedet, kutyádat, a drága macskádat, cicust, minden, ami a tiéd a városba, vidd ki! Mi? Ez a szolgálatunk a földön, hogy azokat, akiket Isten ránk bízott, hozzuk ki Sodomából. Ne akar fogyasztó keresztény életet élni. Neked van elhívásod. Amikor kijött Sodomából Lót, jött a számolás. Ki maradt? Elég kevesen maradtak. Egy nap meg számot kell adjunk az Úr előtt, hogy azokat, akiket Isten ránk bízunk, mit csináltunk velük? Én megmondtam nekik, ha nem jöttek, kit hattok meg? Nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy vidd ki. Kedves szülők, szeretnék valamit mondani. Nagyszülőknek kötelező, szülőknek is fontos. Addig le ne tedd a fejed, még nem imádkozol mindenkiért. Uram, Sodomában van az én Lótom. A vém, a gyermekem, az anyám, az apám, a szomszéd. Hozd ki őt. És a következő üzenet ennek a történetnek, hogy az első evangelizáció tök kudarc volt. Totális kudarc. Ezt a múlt alkalommal elég alaposan kifejtettem, de azért egy kicsit még érdemes azoknak, akik még nem hallották. Gyorsan nézzük meg, mi volt az oka, amiért hiteltelen vált Lót. Azt mondja a vőjének, hogy fiúk, ki kell menni. És erre mondja, hát mit az öreg, nem tudott aludni az éjjel. Hallgass meg, miket beszél. Miért hiteltelen egy ember? Nagyon megrázó, amit fogok mondani. Aki hiteltelen a családban, az hiteltelen az életben. A családba kell hitelesnek lenni. Három dolgot gyorsan soroljunk fel. Az első, emlékeztek Ábrahámmal kötött levő vitáját. És itt szeretném kiemelni, hogy nem a vitával volt baj. Konfliktusod lesz. Ha itt születtél a földre, itt mindig van konfliktus. Maga Jézus ezt megígérte, hogy lesz feszültségünk. Van. A probléma nem a feszültséggel volt, hanem azzal volt, ahogy megoldotta. És amikor konfliktusban vagy, akkor az mindig egy kritikus pillanat. Akkor hozod a döntésed, fogja meghatározni az egész életedet. Akkor derül ki, hogy ki vagyok, amikor megsértenek. Tehát amikor megdicsérnek, milyen vagány vagy, hát persze, jó, rájöttél, persze, én is tudtam. Az semmi. Amikor megsértenek, akkor derül ki, hogy ki vagyok. És Lót, tudod, mit csinált? Mikor megsértették? Román nyelven úgy szerepel, hogy aiskato charta. Tehát veszekedés volt, feszültség. Ne felejtsd el, mindig a konfliktusok veszélyes idők. Amit ott kimondasz hangosan, lehet, hogy szembe fog jönni veled az utcán. És akkor nagy mérgibe mit csináld? Elköltözök, megyek Sodoma felé. Nem ment be Sodomába, csak Sodoma. Egy rossz választás. Nem akarom megbántani, uraim, de elmondom nektek, hogy nagyon sok férfinél látszik, hogy a családba elveszítette a tekintélyt a rossz döntések miatt. Mert a család elvárja, hogy a főnök, jó, főnök vagy,
De jó döntsél. Már rosszul döntöttél, anyja tekintének. És ezért nem vették komolyan. Hogy döntesz, amikor vita van a gyermekek? Azt nézik. Az, hogy van vita, azt szerintem mindenki tudja. Azt is tudják, hogy kinek van igaza. Legtöbbször a gyerekek tudják, meg azt is tudják, hogy egyiknek sem. Kérdés az, hogy ilyen percekben mit mondunk ki? Kritikus időben olyan, milyen döntést hozunk? Például, hogyha egy férfi olyan döntést hoz, hogy ezért az egész anyagi vagyon elmegy. Hát persze, hogy utána mondja, hogy szeretnék most valamit mondani, kedve, drága gyermekém, nagyon. Jár meg magad, papa. Nyugodtan. Hogyha elitta valaki az életét, hát akkor ne csodálkozz, hogy nem vesznek komolyan. Akkor vissza kell építeni nagyon-nagyon sok munkával, hogy legyen tekintélyed. A tekintély az olyan, mint a pohár. Törékeny. Építjük, és egyszer elejti, az ember széttörik. Még egyszer mondom, nem a konfliktus a baj, hanem az, hogy ekkor milyen döntést hozunk. És mit mondunk ki? Azt mondjuk mi, Ruth, csak a halál választ el, soha el nem hagylak. Azt a szót, hogy elválunk, soha nem mondhatod ki, ha jót akarsz magadnak. Még vízből se. Tudok olyat, aki azért vált el, mert azzal ijesztegette a társát, mindig mondta, hogy elválunk. És mikor megkérdeztem, hogy miért mondta, azt mondja, hát ezzel akartam csak ugrasztani, nem gondoltam komolyan, a másik komolyan gondolta, és elvált tőle. A másik következmény, ami okozta szerintem a hiteltelenséget, azt mondja az ige, napról napra gyötri vala az ő igaz lelkét. A szomorúság. Románul is elolvasom az igét. Sida kaskepat pene prihanitullo, tehát igaz ember volt. Kareira forte entristat. Drága barátaim, nem lehetsz farté öntrisztát. Nem lehet szomorú ember. Nem lehet szomorú ember. Mert nem lehet szomorú ember. Azt mondja a Biblia, ti férfiak, ne legyetek keserű kedvűek. Lehet, hogy az asszony keserít, de te akkor se légy keserű. Megpróbállak megvigasztalni. Az ége azt mondja, örüljetek az Úrban, mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Amikor férhez ment hozzád a feleséged, amikor megszülettek a gyermekeid, tudod, mire vágytak? Hogy legyen egy vidám apukájuk. Legyen egy vidám férje. Nem azért, hogy bekeseredjen bosorokként. Mi van? Hagyj békémet. Azt mondja az ige, hogy örüljetek az Úrban. Sőt, a Róma levélben van egy ilyen ige, hogy az Isten pedig töltsön be titeket minden örömmel. Hadd mondjak nektek most egy titkot. Az örömnek van mennyei forrása. Vannak fizikai források. Hát például valaki most menne kifelé, és adna neked egy vadi új autót. Azt mondja, te úgy szólt az Úr hozzám, itt van egy gyönyörű szép Mercedes, mert tudom, hogy te azt szereted, akkor ezt veszem. Tehát tudom, hogy szereted a BMW-t is, úgyhogy neked legyen BMW. Tiszta újra menni haza, ó, és örülné? Persze, hogy örülné neki. De van olyan öröm, aminek a forrása az Úr. Azt mondja, az Úr töltsön be titeket minden örömmel. Akkor vagy normális, ha örvendező ember vagy. Az nem igaza volt Lótnak? Miért volt szomorú? Azért, hogy milyen gonosz világ van körülötte. Igaza volt, nem hazugság. Csak ez nem segít semmit, csak a betegségre tűzött. Tudjátok, amikor az Isten teremtette az asszonyt, gondolkozok a viccel, most hirtelen nem tudom, kivel kell kezdeni, az asszonyal, a férfivel. Na nem baj, nem mondom jól, ti úgyis kitaláljátok. A lényeg az, hogy amikor az Isten teremtette a férjet, az nagyon szépnek teremtette. Tudtátok? Hát képmására teremtette. Tehát nem mondjátok, hogy nem volt szép Ádám. Nagyon jó képű volt.
Amikor az asszony teremtette, úgy volt, az úgyis kifesti majd magát. De hidd el, vidám kell legyél, boldog ember kell legyél, örvendező ember kell legyél. Nem normális, hogy a házasság 80%-ában nők próbálják a lelket tartani, ne búsulj drágám, valahogy lesz, és a férfi pedig a nagy komort bevágja, mint a PCD politikus lenne. Stefan Gyorgyó végezte a kiképzést Moszkvában, mi van? Iliuszko bácsi tanított. A kereszténység nem erről szól. Azt mondja a Biblia, Isten országa, igazság, békesség és szent szerelem által való. Rátok néztem, és jó, hogy bőgjek. Hát ha ez az is szent szerelem által való öröm, akkor nagy bajban vagyunk, hé. Pedig férfiak, ez a Biblia, szent szerelem gyümölcsei. Hogy kezdődik? Galata 5:22. Szeretet. Mind a jégeszi úgy szólt, itt egy öröm, öröm. Mi mondanak, öröm? Öröm! Öröm! A Szent Szellem gyümölcse, szeretet és öröm. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem bennünk ezt a gyümölcsöt megtermi, ebből táplálkozik a család. Ez nem jelenti, hogy nincsenek nehéz napok. Az nem jelenti, hogy nincsen, amikor nagyon-nagyon síralmas idő van. Van. De az Úr a megvigasztalónk. Mondja a Biblia sok helyen, hogy az Úr, aki megvigasztal bennünket. Mindenki átmegy nehéz időszakon. De azt mondja a makedóni gyülekezetről az ige, hogy sok nyomorúságok között is bőséges az örömök. Bőséges az örömök. Erre vagy elhívva. Hidd el. És különösen azokhoz szeretnék szólni, akik már évek óta nem tudtok nősülni, gondolkozz el, nem az a bajod, hogy nagyon be vagy savanyodva? Hát ki akar vakbélgyulladáshoz hozzávenni? Vagy azt hiszik, mindig a fogászaton vagy. Legyél vidám, mosolygós ember. Ha pedig megnősültél, akkor kötelező. Akárhogy keserít a feleséged, bőd ki magad, és utána nem szégyen sírni, mert vannak olyan házasságok, ahol nagyon nehéz az élet. Elhiszem. De mindenki azt a rózsát kell szagolni, amit tépett. De akkor is legyél vidám. Az Úr tud megvigasztalni, és az Úr meg tud vigasztalni. Az is látszik, azért még hagyd mondjak még egy dolgot, az is látszik. A nők azok meg el is árulják. A nő elárulja, hogy otthon milyen kezelést kap. Lábmosást vagy fejmosást? Ennyi. Mert van, akit annyit mosták a fejét, hogy már kopac. Hát miért kopacodnak meg a férfiak? Mégis, mit gondoltok? Hát azért, mert annyi gond éri őket, hogy elhull a hajuk néha. Nem könnyű az élet. Nekem is nem veszitek észre, milyen szépen nő a homlokom? Az okosságtól. De egy nő vissza fogja sugározni, minden nő. Mindjárt be kell fejezni, és még hol vagyunk. Azt az örömet, amit a családba kap. És hogyha olyan édesapád volt, aki szomorú volt, akkor neked dolgoznod kell azon. És szeretném elmondani, hogy te egy új természetet kaptál Jézus Krisztusban. Azt mondja, isteni természet részese lettünk. És a Biblia Istenről tudod, hogy beszél? A boldog Isten. Nem az, hogy a mérges az Isten, hanem a boldog Isten. És kivitték Sodomából, akkor menjünk tovább, és még nagyon gyorsan, akkor nézzünk egy kicsit egy következő üzenet részét. A célba jutás szabályai. Az angyal elmondja a célba jutás, mert egy dolog kijönni Egyiptomból. Hányan jöttetek eddig már ki Egyiptomból?
De ez még nem jelenti, hogy célba jutottunk. Kihozták Egyiptom Sodomából, de hogy most célba jutunk, vagy nem, attól a három üzenettől függ, amit adtak egy útravalóként az angyalok. Ez neked is, és nekem is komoly munka, mert sokat dolgoznak azon, a némelyek, ha már valahogy kijöttél Egyiptomból, lehet ott a sánszba ott telejél ki. És azt mondjam, menj meg a te életedet, hát ha ne tekints, megnálja a környéken, a hegyre menekül, hogy el ne vesz. Nagyon gyorsan. Tudom, hogy ezt már sokszor elmondtam, de úgy érzem, hogy valakikért mégis el kell mondani. Az első azt mondja az ége, hátra ne tekints. Tudod, mennyi energia elfogy és elmegy azzal, amikor az ember állandóan eszi magát, mit vesztettem el, mi rontottam el. Itt mindent elrontottan lót. Ott veszett a családja, gyermekei, anyagi javai, vállalkozása, és mégis azt mondja neki az Úr, ne nézz hátra. Akarod, hogy az Úr a célba vigyen téged? Akarod, hogy az Isten a tökéletes akarata beteljesedjen az életedbe? Akkor tegyél pontot a dolgokra, és ne vessződ. A családi vitákba is. Hozzatok egy döntést, hogy nem beszéltek a múltról. Nincs olyan, hogy múlt. A te hányszor mondta, mikor? Tegnap. Akkor nem érvényes már. Jó. Majd nem tudom, miért kell a házasságról annyit beszéljek. Valami van levegőben, de mindegy, valami meg lesz, majd megmondjátok. Ha ezt az egyetlen egy ígét bevezetett, hogy nem beszélsz a múltról, tehát ami tegnap volt, az már a hátad mögött van, nem? Kivéve, ha lükvezbe jársz. De előre nézel, ami hátad mögött van. Hát mikor veszekedtél, vagy vitatkozol arról, ami a jövőbe lesz? Soha. Arról van vita, hogy most milyen legyen a színű, legyen a nappali, a konyha. Ezek a viták nem szokták tönkretenni, de a múlt az igen. Hogy hányszor már megmondtam, hogy így csináld. De már olyan sokszor megpróbáltalak meggyőzni, semmit nem élsz el vele. És akkor miért csinálod? Hát, ha ne tekints, meg van tiltva. Azt mondja Jézus, aki az eke szavára teszi a kezét, és hát, ha tekint, nem méltó én hozzám. Mondjad a kedves szomszédodnak, aki hát, ha tekint, nem méltó én hozzám. Nem lehet az én tanítványom, így mondja Jézus. El kell dönteni. Hova akarok jutni? Jézus tanítványa vagy? Akkor őt kell nekünk követni. Akkor könnyű megbocsátás. Mert ugyanis az Úr tagolta az életünket napokra. Nem mi találtuk ki, ezt Isten találta ki. És még oda van egy ilyen utasítás is téve, hogy minden este meg kell bocsássunk. Megy le a nap, meg kell bocsátani. Az a úgy tudsz jól aludni, ha nem, akkor megy a forgolódás. Igazam van, nem hagyom. Tegnap előtt is minél régebbi egy ügy, annál nagyobb károsodást okoz, sérelmet, sőt, fertőzést. Ne nézz hátra. Vesztettél dolgokat? Az Úr fog adjon neked kárpótlást. És van Istennek arra hatalma, hogy kárpótoljon. Hadd mutassak nektek egy dolgot. Olyan kárpótlást készített Isten Lótnak, hogyha Lót vette volna az adást, mindjárt meg fogom nektek mutatni, a leggazdagabb ember mehetett volna tovább. De mert a családjába a feleség hátra nézett, az egész bedőlt. Sokkal nagyobb kárt okozunk azzal magunknak és egymásnak, mikor visszanézünk. Jó, de ezelőtt 10 évvel ilyen azt mondta rólam. Nézd, de tegnap volt, nem beszélhetsz róla. Ne beszélj róla. Az Úrnak igen, menj be, bőgedd ki magadat, ott bőgedsz non-stop. De mikor kijössz, feleségednek mondja, drágám, csodálatos, milyen, hogy vagy nekem.
Amen, 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 amen. Meg kell tanuljuk megbecsülni a napot, az életünket. Nem arra adta az Isten, hogy állandóan háta néz. Vannak veszteségek, azt is meg kell tanulni. Vannak, akik elhagynak, vannak, akik becsapnak. Döntsél. Akarod azt, amiért az Isten kihozott. Annak volt egy célja, és van egy nagyszerű célja. Van egy csodálatos cél előtted. Ez a történet nem így kellett volna befejezni, hogy mindjárt el fogom mondani, hogy hogy. És bebizonyítom. De mert a család egyik fele ott maradt, a másik fele visszanézett, nem tudott beteljesedni. Célba akar az Úr téged vezetni, de ne nézz hátra. Szent Péterről sokat hallottatok. Ismeritek Szent Pétert? Hallottatok róla? Jézus miután rehabilitálja őt, és háromszor megtisztázzák, hogy szeretik Jézust, megbizatást kap, és azt mondja, kap egy fontos üzenetet. Péter, kövess engem. És Jézus elindul. Péter utána. És oda szegődik János. És ő is követi. Akkor talált, hogy ez János nem lehetett lerázni, olyan fajta volt. Erre olvassátok el az igét. Erre azt mondja a Biblia. És Péter hátrafordula, és meglátta Jánost. Megállította Jézus, és mondta Jézus, nekem mondtad, hogy kövesselek? Ez hogy van, hogy téged követ János is? Tudod, mit mondott Jézus? Mi között hozzá? Neked te kövess engem. Ha ezt az egyikét megértjük, hogy amikor hátra tekintünk, ugyanazt az üzenetet fogjuk megkapni a mindenható Úrtól, hogy mi között neked hozzá. Te kövess engem. Te kövess engem. Te kövess engem. Ne nézz hátra. Kövess engem. Nagyon nehéz, ha az ember elveszít valaki szeretted. Drágát, jó, de hát hogy felejtsem el? Mostanában látom, az is divat, mikor már az évfordulót írják, hogy 10 éve eltemettünk, drága anyám, annyira hiányzol. Nagyon sajnálom ezeket az embereket. Sajnálom, és borzasztó lehet. De barátaim, van vigasztalód, van Istenünk. Hát az atya is elvesztette a fiát, tudja mi az, hogy gyász. Engedd, hogy vigasztaljon meg az Úr. És ne a halottaid, ne engedd, hogy az a sebb állandóan ott téged keserítsen. El kell engedni. És bízunk abban, pláne, hogyha lehet, hogy olyan helyen van, hogy imádkozik érted, hogy te is oda jussál. Nem jönne a világ kincsér ide-vissza. És te meg itt bőgsz miatta. Miattam? Hát tudnád, milyen jó helyen vagyok. Az élet nem csak ebből a földi pályafutásból áll. De itt nem tudsz előre haladni, ha nem zárod le a dolgokat. Tudjátok, hogy Izrael miért nem jutott be Egyiptomból Kanaán földére? Mert fizikálisan kijöttek Egyiptomból, de a szívük Egyiptom felé fordulva maradt. Hadd kérdezzem meg, hogy a szíved milyen irányt mutat. Néha látom, emberek írják, milyen emlékszel, mikor világban volt, milyen vagány volt. Lehet, hogy vagány volt, de nem ajánlom, hogy erre gondolj. Ezzel is gondolkod, milyen vagány volt az a fokhagyma. Ah, most is érzem az a drága jó illatát. Annyira nem vagyok oda fokhagyma, megeszem én is, de annyira nem. Az uborka, az csodálatos lehet. Aj, mi csoda volt. Egy biztos, hogy jó epéjük lehetett, hogy ezek az uborka, hagyma, mindent, pálhagyma, ilyen hagyma, olyan hagyma, míg elsorolom, mert attól kell vigyázzak, ez most megnyom vagy nem nyom meg. Ezek megették, érte? Nem, hogy megették, kívánták vissza. Csak ez a hagyma nagyon drága volt. Ők úgy tűnt, hogy a hagymára fáj a foguk, de a szívük ott maradt.
és nem tudtak bejutni a Kanaánba. Megérte ezt a hagymára úgy ragaszkodni? A régi szép emlékek, egy ilyen rohadt hagyma. Tudod, milyen szagja van a hagymának, mikor megrohad a hűtőbe? Tedd be, próbáld ki. Vagy beesik a szemetesed mellé egy, nem veszed észre, csak jössz Gyüliből haza, és érzed, milyen szag van, ember. Szomszédon megdöglött egy patkány, hogy mi van, milyen illat. Iszonyatos tud lenni. Erre kell emlékezni? A bűn, a régi életünk az egy rohadt. Azt mondja, élek többé nem én, él bennem a Krisztus. Régiek, és ingyen sem említetnek. Ne az a bőskölj, mikor világi voltam, mert agyon vettem 20 embert. Én meg belevágtam a bicskát, előnyomtam, hátul jött ki. Nagyon szép, de én szerintem nem erre kell nekünk büszke lenni. Ezt mert Jézus megváltott. Tudom, most már nem divat a bicska, inkább druzsbába verekednek. Szép fejlődés, nem mondom. Nem erre kell nekünk. Meg van másik, hogy ennyi nőt fektetett az ágyba, annyit. Az utolsó nap nem biztos, hogy olyan büszke leszel erre. Ezek rohadt hagymák. Ettől örülő megszabadított az Úr. És nézz a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére. Nem a múlttal kell. Ne egymást arra emlékeztessed. Milyen jól megrészegettünk ebben. Majdnem a szomszédban mentem, mert nem tudtam, hol lakom. Hát nem a nagy élmény. Van egy jövőd. Azt mondja a Biblia, elmegyek és helyet készítek. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Válasszál. Akarod ezt a helyet, amit az Úr készített? De ez a hagymákat el kell dobáld. Amit elvett az Úr, és megmosott, örülj neki. De a saját bűneidért sem mérgelődjél. Elrontottam, nagyon. Hát persze, hogy elrontottam. Ki az, aki nem rontott el? Kapalhatta a fejét, lót. Hú, mennyi mindent elrontottam. De azt mondja az Úr, ne gondolj rá. Megbocsátottam, fogadd el. Másik, amit mond az ige, meg ne állj a környéken. Drága testvéreim, egy jó hírem van. Minden mullandó a földön. Ez jó hír. Sokkal jobb hír, mint rossz. A rossz is mullandó. A fájdalom is elmúlik. Az Isten átvezet. És a 84. Zsoltár ebben nagyon segít. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, a te ösvényeid vannak szívébe. Átmenvén a síralom völgyén, forrássá teszik azt. Bizony áldással borítja el korai eső, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Drága testvéreim, gyorsan! Ha síralom völgyébe vagy most, van ilyen. És az egész föld egy olyan hely. Gyakran kell, van sírnivaló. Ez zsebkendős korszak. De ennek van oka. Nem véletlenül engedi meg az Úr, hogy az életünkben síralmas idő legyen. És ha olyan időben vagy, akkor nézd meg, mi a teendőnk. Azt mondja, egy, átmegyek rajta. Most akik síralom völgyébe vagytok, mondjátok velem együtt, átmegyek rajta. Van olyan, aki síralom völgyébe van, bátran emelj fel velem a kezét, én felemelem, csak nem vagyok csak azért, hogyha valaki ne érez egyedül magát. Jó, akkor mondjad velem együtt, átmegyek rajta. Tehát mi a lényege? Ne akar lesátorozni itt. Hanem nem tudom, hogy ebből az Isten meg fog szabadítani. De van egy házi feladatunk a síralom völgyébe. Nézd meg, mi a forrássá kell tennem. Azt jelenti, hogy itt van az életednek egy olyan forrása, amit eddig nem volt. Isten a javadra fogja fordítani. Mondjad a szomszédodnak, az Úr javadra fogja fordítani a síralmas völgyet. Még vannak olyanok, akik láttok, akinek nem mondta senki, úgyhogy most keresz valakit, akinek senki nem mondta ezt, mondja te. Az Isten a javadra fogja fordítani a síralmat állapotod. Ebből a, átvezet ebből a völgyből. Egy nap megszabadít ebből a helyzetből. Dicsőség az Úrnak. Ez nem végállomás, ez csak egy állomás. És tudod, mi következik? Áldással borítja el, áldással borít el. Mondjad a szomszédodnak, áldással borít el, áldással borít el.
és megerősödve fogsz kijötni belőle. Mindaddig, míg megjelensz az Úr előtt a Sionon. Lehet, hogy ma sírás van. Mindenkinek az életében vannak ilyen időszakok. És ilyenkor nem azt kell mondani, vaj, mit vétkezett ez? Valami biztos rosszul csinál. Nem, hanem új forrásokat fakaszt fel az Isten. Nem kell olyan okosnak lenni, nem kell kitaláljuk, mikor Jézushoz jött egy sántás született ember, rögtön mondták, ki vétkezett ez? Valaki, csak úgy magától nem lesz valaki így. Az apja, ő, mit? Képzeld, azt is feltették, hogy nem-e ő vétkezett. Úgy született, hogy Sántán, de azért feltették a kérdést, vajon ő vétkezett? Mielőtt megszületett, vajon mit vétkezhetett? Ezt csak egy farizeus tudja így kitalálni, mert egy normális ember nem képes rá. Ne akard kitalálni, ne akard megmagyarázni, hanem inkább abba segíts, mondjad, én támogatlak, imádkozni fogok érted, hogy átjuss rajta. És imádva támogatlak téged, nem vagy egyedül, Jézus veled van, ki fogsz jutni belőle. Olyan forrást fakaszt az Isten, hogy csak néznek, wow, így működik. Igen, az Úr a te számodra is új forrásokat tartogat. De a források és a könyvforrások egymás mellett vannak. És mondtam nektek, hogy Lót számára az Úr tervezett egy csodálatos jövőt. Unjátok? Annyira nem, jó. Köszönöm, éreztem egy kicsit, unjátok, de megbocsátom nektek, és igazatok van, egy kicsit túlmentem az időn, de megígérem, hogy nagyon röviden befejezem. Azt mondja az angyal, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. Tehát nem úgy volt, hogy Isten ki akarta hozni őt Sodomából, és aztán ülj ott a semmibe, hanem a hegyen készített számára helyet, menedéket. Lot teljes vagyonával, gyönyörű családjával, hatalmas farmjával élhetett volna a hegyen. Egyetlen esély az a hegy. És nézzük, van egy csodálatos történet a Bibliában, egy alkalommal az Úr Izrael elkezd bornyút imádni. Mózes elfárad, és elkeseredik. És akkor szól az Isten, Mózes, gyere fel a hegyre hozzám, mert íme van hely nálam a te számodra, itt. Nehéz állapotban vagy, szeretnék mondani valamit, az Úr mondja rajtam keresztül, van hely nálam a számodra. Nézzétek meg ezt a fenomenális folyamatot. Indulunk Sodomából, és hol akarja az Úr, hogy kikössünk? A hegyen. Hol? Ahol az Úr jelen van. Azt mondja, itt nálam. Közelebb akarlak. Mert Sodomában nem voltál elég közel. Az Úr magához akar szorítani. Közelebb akar látni magához. És azt mondja, ími van hely nálam. Állj a kősziklára. Amikor által megy az, előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és kezemmel betakarlak téged. Ez az a hely, ahova, amit tartogat az Úr a számodra. Érdemes ezt választani. Megéri engedelmesen szolgálni az Urat. Nem a semmibe akar kihívni bennünket az Isten, hanem az ő jelenlétéhez. Szóval gyere ide, mert számodra van egy hely. És azt látjuk, hogy amiután oda rakta az Úr a kezét, lebetakarta Mózest, ragyogva, boldogan, vidáman, az Úr dicsőség rajta maradt. Sőt, élete végéig hordta azt a leplet, olyan dicsősége volt. És amikor megjelent Jézusnak, ki jelent meg újra Mózes. Hogy jelent meg? Dicsőségbe. És mi is meg fogunk jelenni az Úrral a dicsőségbe. Érdemes az Urat szolgálni. Mondjad a szomszédodnak, érdemes az Urat szolgálni. Lehet, hogy átmész síralomon, lehet, hogy nehéz napokon mész át, de az Úr meg van írva, ő az, aki megbocsátja, mondjad velem együtt, megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Tudod, hol a helyed? A kősziklán. És tudod, hogy a kősziklára miért akar az Úr állítani? Még nem is a kősziklán akárhogy, hanem azt mondja, a kőszikla
hasadékába azért hasították meg Jézust, azért döfték át az oldalát, azért szegezték meg a kezét, hogy legyen hely a számodra és az én számomra. Azt mondja, ide állítottalak. Honnan lehet tudni, hogy valaki ott a kősziklán áll? Úgyhogy stabil. Mikor jön a vihar, nem inog meg. A stabilitás titka ebben a földi életben. Tudod mi? Hogy a kősziklán álljál. Sodoma nem nyújt biztonságot, de a kőszikla igen. És tudjuk az igéből, hogy ez a kőszikla nem más volt, amint Jézus Krisztus. Csodálatos hely. Remélem, hogy meggyőztelek, hogy a te helyed nem Sodomában van. A te helyed a kősziklán van. Mondjad te is a szomszédodnak, a te helyed... A dicséret jöjjön fel, közben elfelejtettem mondani. A te helyed nem Sodomában van, a te helyed a kősziklán van. Kérlek, hogy álljatok fel, szeretnélek egy imába bevezetni. És az a bátorításom, hogy bátran ragad meg az Urat, és jó hangosan mondjad velem ezt az imát. Mennyi, Atyám! Én a Jézus nevében jövök hozzád. És köszönöm neked, hogy elküldted a legnagyobb küldöttet, Jézus Krisztust, hogy megváltson, hogy megmentsen, hogy üdvösséget adjon. Köszönöm azt, hogy vannak küldöttek az életemben, aki hirdett az evangéliumot, aki segített nekem. Menjél, Atyám! Én beismerem. Sokszor nem ismertem fel őket. Sokszor nem bántam velük jól. De én a mai napon teljes szívemből hozzád jövök. Tisztíts meg engem. Elfogadom, hogy akit te elküldesz, és akit a te küldöttedet befogadjam, az téged fogad be. Befogadom, Uram, a te szavadat. Engedelmeskedek a te ígédnek. Jézus nevében. Köszönöm, Uram, hogy van megbízatásom. Van értelme az életemnek. Köszönöm, Uram, azokat, akiket rám bíztál. Tartsd meg őket, Uram. Jézus nevében. Tégy engem hiteles keresztényé. És bocsánatot kérek minden rossz döntésemért, amivel szégyent hoztam a nevedre. Szomorúságot okoztam családomnak, fájdalmat. Hiteltelenné váltam. De állíts helyre engem. Jézus nevében. Mosd meg engem. Szomorúságból, keserűségből. Töltsd meg a te örömöddel, vigasztalásoddal lenne. Az Úr Jézus nevében. Megvallom, hogy átmegyek a síralom völgyén, és forrása teszem az. Az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen és ámen. Dicsérjük az Urat! Yeah.
egyszer még járunk. Lesz fáradt már nagyon, túl a sok bukott századon, Jézus mindenkit meg kell majd látni. Adunk, hogy egy nap minden láthatóvá lesz, és meg fogjuk érteni az életünk célját és értelmét, és már most is köszönjük, Uram, neked, hogy szólsz hozzánk, taníts, vezetsz bennünket, hogy senki el ne vesszen, Uram, hanem mindenki célba érjen, Jézus nevében. Amen. Megkérlek, hogy egy nagyon rövid időre foglaljatok helyet, és szeretnélek bátorítani és buzdítani az Isten tiszteletünk következő részéhez, ugye az adakozás az nem azért van a végére hagyva, hogy már valahogy essünk túl rajta, és akkor ez a vége, hanem az adakozás, már mint biztosan tudjátok, és akik először vagytok, nem kell megijedni, hogy az adakozás az Isten tisztelethez hozzátartozik. Ámen. Két módon tisztelheti Isten az embert, a nyelvével, amikor énekeljük a dicséretünket, és az anyagi javainkkal, ez az Istennek a tisztelete. Az ige hirdetés pedig az, hogy Isten szól hozzánk,
és rajta keresztül áldásba kerülünk. De az Isten tisztelet az ős idők óta megvan, és most egy ilyen történetet, szóval nem történetet, egy történetet szeretnék felolvasni, és bátorítani, buzdítani benneteket, hogy az Istennek az igé, mi világosság jön a szívünkbe. Tudom, hogy már nagyon sokunknak a szívében világosság van, de nagyon sokszor a sötétség vissza szeretne rendeződni, és a sötétség igazából nem más, mint a fénynek a hiánya, és az a helyzet, hogy Isten égé a fény, és ő hozza a világosságot a szívedbe. Én is, mikor először előttem a gyülekezetben, és meglátom a kosarakat, ugyanazok a gondolatok, amik benned megfogalmaztak, vagy megfogalmazódnak, vagy az interneten kedves embertársaink megfogalmaznak, ezek a gondolatok átmennek az embernek a szívén, gondolatán. Miért? Mert megtértünk, de még nem vagyunk abban a világosságban, és nem hozta az ige azt a fényt. Ámen. Itt azért van sötét, mert nincs fény, de egy dolgot szeretném, hogy tudjatok, hogy a sötétség soha nem fogja legyőzni a világosságot. Ámen. És ezért hirdetjük az Istennek az igéjét ezen a területen is, és egy nagyon közismert történetet szeretnék felolvasni. És küldjenek hozzá némelyek a farizeusok és a herodes pártiak közül, hogy megfogják őt a beszédében, azok pedig oda menvén mondának neki: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem gondolsz senkivel, mert nem tekintesz embernek a személyére, hanem az igazság szerint tanítod az Istennek az útját. Szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Most ez a kérdés, hogy fizessünk, vagy ne fizessünk. Ez egy ős probléma, rég foglalkoztatja az embereket, hogy fizetni kinek, mennyit, hogy, stb. Ő pedig, ismerve az ő képmutatásukat, mondta neki: Miért kísértetek engem? Hozzatok nekem egy pénzt, hogy lássam. Azok pedig hozzának és mondának neki: Ki ez a kép és ki a felírás? Azok pedig mondának neki: A császáré. És felelt Jézus, mondta nekik: Adjátok meg, ami a császári, a császárnak. És nagyon sokan szeretnék, hogy itt vége legyen. Csak Jézus továbbment és azt mondta: És ami az Istené, azt az Istennek. És ennyi. Tehát, hogyha, hogy mondjam, nem kell ide nagy tudomány, mert most, de világosság kell, hogy Jézus Krisztus egyáltalán nem tiltotta, nem is új szövetségben, nem is helyezte hatályon kívül, hogy az Istennek járó dolgokról az emberek, te, meg én, igenis nem kötelező módon, de egy nagyon rövid üzenetben elmondta, hogy igenis Istennek vannak anyagi, nem szüksége, mert neki semmi szüksége nincsen, hanem az Istennek is van anyagi, pénzügyi rendszere, mint ahogy a császárnak van. Most erről nem szeretnék sokat beszélni, meg erről sem nagyon, mert mindenki érzi, hogy a császár hogyan működik, de egy dolog, hogy Isten nem akarja behajtani az embereken, és tényleg Pál apostol és az igék, és Jézus Krisztus sem mondta, hogy kötelező, hanem hogy azt mondta, hogy van és létezik Istennek, ami az Istené. És nagyon sokan meglepődtek, és Jézus Krisztus itt nem fejtette ki, hanem nagyon tömören és röviden elmondta, és tudomásukra adta, hogy igenis, Istennek is vannak anyagi, hát nem gondjai, hanem inkább nekünk vannak anyagi gondjaink, és hogyha rosszul viszonyulunk az Istennek az anyagi dolgaihoz, akkor nem Istennek nem okozunk se kárt, hanem maximum magunk helyezzük kívül magunkat abból az áldásból, amit Isten az anyagi területen bennünket meg szeretne áldani. Ekkor Jézus Krisztus azért beszélt ilyen röviden, mert az utolsó napjai voltak, miután Lázárt feltámasztott a halálból, olyan nagy tömeghisztéria is történt, hogy egyszerűen nem tudott Lázárnak a falujában aludni, és akik voltatok Jeruzsálemben, az Olajfák hegyén túl egy kis faluba elmenekült a tanítványaival, és az utolsó nap, minden utolsó napjaiban oda bement Jeruzsálembe, és nagyon sokan, ugye más dolgokkal is kísértették, ugye, és nagyon sarokba akarták szorítani, hogy ki az Isten fia, milyen hatalommal teszi ezeket a dolgokat, és ezért is már nem prédikált, hanem csak ilyen röviden, tőmondatokba üzente az utolsó üzeneteit, és utána pedig tudjuk azt, hogy meghalt értünk bűnös emberekért. És még egy nagyon fontos dologról szeretném felhívni a figyelmeteket, magamét is,
hogy a Bibliát azt nem Károli Gáspár írta, a Károli Gáspár lefordította. Másik nagyon fontos dolog, a Bibliát nem magyar emberek írták, egy magyar ember sincs közöttük, mint az egész egytől egyig zsidók voltak, zsidó kultúrában neveltettek, a templomba járó emberek voltak, többé, kevésbé, szigorúbban vagy nem szigorúbban megtarták a mózesi törvényeket, és ezek az emberek írták az Istennek az igéjét, és ezért nekünk is nagyon fontos, hogy ha világosságot akarunk, akkor vissza kell menni a gyökerekhez, és vissza kell menni az Istennek az igéjéhez. És csak arra szeretnélek egy kicsit rá ébreszteni, vagy reflektálni, hogy gondold el magadat abban az időben, amikor a názareti Jézus Krisztus meghalt, tartott ugye a hetek ünnepe következett, és a hetek ünnepére a Jeruzsálembe több mint 1,5 millió ember ment fel zarándok útra. Ez egy második legnagyobb ünnep volt, nagyon nagy áldozatokat mutattak be, és sőt szeretném, hogy tudjátok, hogy ezen a napon vitték a legtöbb anyagi áldozatot Izrael fiai a templomba, ilyenkor teltek fel a jeruzsálemi templomnak a kincstárai, ilyenkor vitték az emberek a legtöbb áldozatot, és nagyon nagy öröm volt. Ilyenkor olvasták fel Ezékiel prófétának a könyvét, ahogy látta Ezékiel próféta az Úrnak a tüzét, a világosságot, hogy, és olvasták fel a templomban, és nagyon nagy érdeklődéssel, nagy extázisban, tűzben voltak ezek az emberek, akik részt vettek ezen az ünnepen. És egyszer csak nagy hirtelen jött a tűz, és nem oda jött, ahol ők várták, hanem 120 emberre, aki várta az Istennek az ígéretét, és nagy-nagy mozgás lett ott azon a helyen, mert a tűz ott volt, látták hangokat, és kifutottak az emberek, és akkor ismeritek, most nem akarom, Péternek a nagy evangelizációját elmondta, és megtért 3000 magyar. És azért szeretném ezt, én nem cikizem, mert én is az vagyok, Széker Csaba nevem, ha valaki magyar, én az vagyok. Hanem engedjek is húzatot a fejünkbe, hogy 3000 zsidó ember tért meg, aki áldozatot vitt a templomba, akik adakoztak, tizedet fizettek, az életük volt az Isten, képesek voltak meghalni értük. Hát ezt ne gondolt, hogy megtértek, és utána kipipálták, hátat fordítottak, és mondták, hogy pipü nem járja, hanem továbbra is, csak más módon, ugyanazt az áldozatokat vitték be, csak már nem a templomba, még ott, aki a templomba is vitte, de hát a gyülekezetbe, és az adakozás, és a tized, az nem igaz, hogy az egy ószövetségi, valami isteni okoskodás és kitaláció, hanem az szolgálja a te, meg az én felemelkedésemet, anyagi javaimnak a előre menetelét, a te földi boldogulásodat, ezért például szeretni Isten is megértetni veled is, meg velem is, hogy Isten azt akarja ezáltal, amikor adakozol, és az Isten szerinti dolgaidat anyagilag is összehozod Isten dolgaival, nem könnyű beszélni, de akkor is elmondom, megdorgálom értetek a kártevőt, nem veszti el a földetek a gyümölcsét, nem lesz szőlőtök meddő a mezőn, mondja a seregeknek Ura, és boldognak mondanak titeket minden nemzetek, mert kívánatos földi és embereké teszlek titeket, azt mondja a seregeknek, hogy ez a célja Istennek, veled, meg velem, meg mindannyiunkkal. Imádkozunk, és nem kötelező áldásba jutni, de azért jobb az áldás, mint az átok. Mennyi atyánk, Jézus nevében olyan hálások vagyunk a te fiadért, és legfőképpen az igédért, amely élet és szellem és világosság. És köszönjük, Uram, hogy bennünket is a nagy mélységből, sötétségből hoztál ki, és tettél bennünket azokká, akik vagyunk, és köszönünk minden áldást, köszönjük az eledelünket, ruházatunkat, egzisztenciánkat, köszönjük, Uram, a gyülekezetet, hálákat tudunk, Uram, azokért az emberekért, akik kész voltak anyagi áldozatokat hozni akkor, amikor még, Uram, csak egy páran voltak, hogy a fizetésüket képes
voltak letenni bérleményekre, és köszönjük, hogy őket is megáldottad, és folyamatosan áldod, Uram, a te népedet, és köszönjük, hogy kész vagy bennünket is elárasztani a te áldásaiddal, és kérünk, valóságosan dorgál meg a szegénységet, a kártevőket, hogy senki ne legyen, Uram, szegény, éhező, hanem mindenki beteljve a te áldásaiddal, örömmel és jókedvel tudjon, Uram, téged dicsérni, adakozni a Jézus nevében. Amen. Köszönjük szépen az adományaitokat, és köszönjük, hogy eddig is támogattátok, és bízunk abban, hogy ezután is ettől a jó cselekedettől nem fogtok megválni. Isten áldjon gazdagon, köszönjük! Megszakítjuk a mai összevetelt, de ha úgy vagy itt, hogy felismerted, hogy te még Sodomába vagy, vagy valamikor elisszamondodott a lábad, és lecsúsztál a kőszékláról, akkor neked is az Úr üzeni, van hely én nálam. Az ima után várunk ide előre, szeretnénk imádkozni veled. Mennyi atyánk, hálákat adunk neked azért, a csodálatos szabadításért, a csodálatos projektedért,
amit velünk kapcsolatban, Jézus Krisztusban velünk közöltél. Hálát adunk azért, hogy a legnagyobb küldött Jézus Krisztus eljött erre a földre. Köszönjük, hogy a Szent Szellem küldött, itt van a földön. Köszönjük az Istennek azokat az embereket, akik hirdetik az evangéliumot az életünkben. Azért adj kegyelmet nekünk, hogy ezeket felismerjük és engedelmeskedjünk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, azt a kősziklát, hogy engedted magad meghasadni azért, hogy hely legyen a számunkra is. Uram, állíts mindannyiunk lábát, hogy senki és semmi meg ne tudjon ingatni. Ha fúj a szél, ha megrendül a világ körülöttünk, akkor is tudjunk stabilan megállni a te útadon. A Jézus nevében. Amen. Amen. Az Úr...